Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számmal megjelentetek. Tegeződhetünk, ugye? Köszönöm. Legalább erre a alkalomra. Hát aki esetleg nem ismerne, Pál Zsuzsanna vagyok, és 16 éve foglalkozom az egyébként hivatásos munkavédelmi és gyári munkám mellett, kinéziológiával, vakvilágterápiával, és hát minden ilyen minden egyéb segítő csodákkal, ami azt mondom, hogy az életemnek egy nagyon nagy részét kitölti. És hát valamikor megtaláltuk egymást a Dodival, illetve a Pentele Szatályi Szabad Egyetemet, így valahogy a Dodi és barátai révén létrehoztuk, de ennek egy olyan lehetősége van, hogy aki vállalja, vagy is adhat. Hát, valamikor a nyáron, amikor raktuk össze ezt az órarendet, akkor én nagy bátran bevállaltam ezt az öt szeretett nyelvcímű előadást. Hát azóta már sokszor gondoltam arra, hogy nem biztos, hogy majd nyugtával dicsérjük a mai estét, vagy a napot, ahogy tettük, és hát remélem azért nagyon sok mindent sikerül ebből az öt szeretett nyelvből átadni. Azt szeretném, hogyha a mai este egy olyan használható tudást adna. Ugye én ilyen praktikus, misztikus szeretnék lenni. Engem itt tanítottak valamikor hajdalán egy ilyen metafizika tanári képzőben, hogy az a legjobb tudás, amit mindenki azonnal otthon használni tud. Úgyhogy erre törekszem most is az elkövetkezendő két órába. És hát elkezdtem ezt az előadást összerakni, illetve ezt a mini tanfolyamot egy kicsit összerakni, és az öt szeretett nyelv a címe, ezért nyilván a szeretettel kezdtem. És hát ahogy olvastam, egyre nagyobb irodalom került mindig elém, hogy hú, ez milyen van, ezt is elkérdezik, jó, ez milyen jól írja, ezt is elkérdezik. Jó, de akkor, szóval a végén egy akkora merítésben voltam, hogy kénytelen voltam nagyon-nagyon szigorú lenni önmagamhoz, hogy hát ezt le kell korlátozni, és tényleg a lehető legpraktikusabb módon törekedni erre az öt szeretett nyelvre, amihez majd el fogok jutni, de hát azt gondolom, hogy nincsen más kezdet, mint hogy hát mi is a szeretet. Én megnéztem a Wikipédiába, hogy hát mégis mit mond egy ilyen szótár. Aztán megnéztem még egyéb szótárakba is, de gondoltam, hogy ez most már ilyen közhasználatú. Hát érdemes egy kicsit ránézni, ugye kapásból kiderül, hogy nagyon-nagyon sok aspektust érjük. Tehát nagyon sok oldala van, ha úgy tetszik, olyan, mint egy gyémánt, aminek nagyon-nagyon sok csiszolt oldalát láthatjuk. Hogy a szeretet maga az nagyon sokféle módon tud megnyilvánulni az életünkben. Nem akarom felolvasni, talán a pár kiemelt szóból néhány dolog átmegy. És hát miután, egyrészt miután templomban vagyunk, mindenképpen érinteni szerettem volna, hogy a kereszténység mit is mond erről, és hát itt is nagyon sokat olvastam, és igyekeztem valami olyat, ami hiteles, és rátaláltam Benedek pápának egy beszédjére, szerintem azt a dátumot elírták, mert hogy az nem lehet valós, de a szöveg az ő, tehát egy ilyen keresztény honlapról van, és az ő szentlélektéri beszédjéből van. Én azt gondolom, hogy nagyon igyekeztem ezt is a magját kiszedni az ő honlapjának, és ugye azt mondja, hogy az imában megnyitjuk szívünket az Atyának, és egy szeretett közösségbe lépünk Istennel és az ő gyermekeivel. Hát most az András itt lenne, akkor itt azt mondja, hogy átvettem a szerepét, nem akarom véletlenül se, nem is tisztem, nem is mernék ilyet tenni, de mi is egy, azt gondolom, hogy ebbe a
És hát az atya gyermekei pedig hát a vallás szerint mi vagyunk, tehát egymással tudunk szeretetődösségbe lépni. Itt a sok-sok olvasásom kapcsán nagyon sok helyen találkoztam ilyen megfogalmazással, hogy a szeretet önmagában nem is művelhető, ahhoz mindig kell egy társ, egy kapcsolódás, egy közösség. Akár két ember közössége, akár egy családnak a közössége, akár egy szerelmes párnak a közössége, egy házastársi közösség, vagy egy iskolai, vagy bármilyen közösség, hiszen önmagunkban egyedül nem fogjuk tudni a szeretett nyelveket használni, vagy gyakorolni, tehát nem fogunk tudni ezekkel élni önmagunkban, csak ha valakivel kapcsolódva ide tettem, és általában majd a diák alján egy kicsit ilyen megjegyzésre fogtok találni olyan azt nem. Tehát olyan megjegyzéseket, ami egy kicsit majd mindig a gyerekekre, vagy a gyerekekkel való kapcsolódásunkra utalnak, ami idézőjelben van szintén Benedek pápának a beszédjében szerepel, tehát azért is van idézőjelbetéve, hogy ugye rengeteg a vállás, mert ezek a szeretett közösségek, amik úgy indulnak, hogy szeretett közösségek, valamiért felbomlanak, és sajnos nagyon-nagyon sok vesztese van ennek a bomlásnak, elsősorban a gyerekekre gondolok. És ugye itt az atya mintáján keresztül, ugye nagyon sok családi közösségből kivonulik az atya, vagyis az apa. És ezért a gyerekeknek nincs apai minta. Ugye még egy lánygyerek esetében ez csak-csak, de egy fiúgyerek esetében hihetetlenül nagy hiány és nagy veszteség, hogyha nincs apai minta a családban. Mindenképpen fontosnak tartottam ezt megjegyezni. A barátaink, illetve a Szabad Egyetem hallgatói is ismernek bennünket, hogy van egy csodálatos jóga mester, akit Paramahansa Vishwanandának hívnak, és ő mai korunknak a legnagyobb avatárja. Az ő könyvéből származik ez az idézet. Ezt a könyvet meg lehet vásárolni a január 22-i magyarországi látogatására lett kiadva, az ő beszédgyűjteménye, és hát csodálatos, ami a szeretetről. Ha esetleg valaki mélyebben érdekel. Tehát ugye ő azt mondja, amit tulajdonképpen Gábor is írt megjegyzésébe a meghívóhoz, hogy hát miről beszélünk, hiszen minden a szeretet. Tehát minden, ami körülveszünk, ugye azt mondjuk, hogy egy teremtett világban vagyunk, amit a Jóisten teremtett, akkor hát ez az egész teremtmény az ő teremtett világa, és ebben mi ugyanúgy benne vagyunk. Tehát nem tudunk nélküle létezni. Ezért egy nagyon érdekes dolog az, hogy mégis szeretetlenségben tudunk lenni, és fontos ismerni a szeretet nyelveket, hogy senki ne legyen szeretet nélkül. Hát, és érdekes paradoxonban létezünk ezzel. Aztán hoztam ide néhány kérdés idézetet, és mivel nagyon kedves mese ez a Mici Mackó számomra, és azon, hogy nagy bölcsességeket tud mosolgatóan megmutatni, ezért ezt a idézetet is idehoztam a filmből, illetve van ott egy, amit kiemeltem, hogy sokkal könnyebb azt szeretni, akivel jót tettünk, mint azt, akivel rosszat. Ezzel nagyon-nagyon sokat foglalkozik a pszichológia, a gyermekfejlődés tanna, a bármilyen párkapcsolati, illetve a családra foglalkozó pszichológia, ugye? Mert amikor egy rosszat tesz, akkor
akkor elkezdjük bántani, vagy a párunk úgy gondoljuk, hogy valami rosszat tett, akkor elkezdjük egymást bántani érte. És ugye ilyenkor nehéz szeretni, amikor valaki rosszat csinál. És hát ott az a Vittima szó idézet szerintem nagyon-nagyon sokat elárul, hogy akkor úgy is fontos kimutatni a szeretetünket, amikor nem egóból működünk, hanem hajlandóak vagyunk hátralépni, adni, odaadni magunkból, az időnkből és bármiből a másik számára. Ez is egy nagyon-nagyon kedves idézet, ugye, hogy hát akkor lesz a szeretet, ha tudsz adni. Tehát a szeretetben nagyon-nagyon fontos, és az öt szeretet nyelv használatánál is rendkívül fontos az adok-kapok egyensúly. Egy párkapcsolaton belül pláne fontos. Tehát ha mindig csak én figyelek a másikra, mindig csak én adok neki, csak én igyekszek a kedvébe járni, csak én próbálom az ő szeretet nyelvét használni, akkor előbb-utóbb annak az embernek, aki a másik felé folyamatosan ad, kimerül egy úgynevezett szeretet tankja, amiről majd még lesz szó. No, és akkor, mivel hogy azt mondtam, hogy milyen tanfolyamon vagyunk, hát én megkérdeznélek benneteket, hogy nektek mit jelent a szeretet? Kinek mit jelent a szeretet? Van valaki, aki erről rák csak így nekiabál, vagy utána? Gondoskodás. Tessék? Gondoskodás. Gondoskodás. Igen. Igen. Más? Ragaszkodás. Örömmel. Igen. Ragaszkodás. Igen. Törődés. Törődés. Igen. Ugye van bizonyos életkor, tehát ugye a kicsi gyereknek az életkora, az nem is tud gondoskodás, törődés nélkül, ugye, ha ezt nem kapja meg, akkor hát igazából, ha nem törődünk vele, ha nem gondoskodunk róla, akkor elpusztulnánk mindannyian, ha a szüleink nem tették volna ezt meg benne. Azt kérem mindenkitől, hogy egy kicsit csukja be a szemét, és magába, önmagába, próbálja megfogalmazni, neki mi a szeretet. Yeah.
Tessék? És hát ez is egy nagyon kedves kép, ugye? Mert benne van a szeretet, az összetartozás, a gyógyítás, az érintés, ahogy tetszik. És hát a macskákról meg tudjuk, hogy különleges gyógyító erővel bírnak is. Hát amikor valakinek a macskája tudja, hogy a gazdi beteg, akkor el se lehet zavarni onnan. Hát ez is egy csodafotó, nem? Kicsi jelet. Hát micsoda élmény lehet egy ilyen kis lényel összemúlni, nem? De most komolyan. Nem tudom, hogy lehet a mamája, de az látszik, hogy azt a gondozók nagyon-nagyon szereti. És hát ez is egy csoda lép, mert ilyet aztán nem nagyon látni otthon. És hát ebben is egy csomó gyermeket látni. Na, hát és akkor elérkeztünk oda, ami a dolognak már a nevét adja, tehát ő dr. Gary Chapman, és hát azért ez a 38 az nem most volt, úgyhogy ez a jó ember egyébként él, virul, hála Istennek, és hát nagyon-nagyon sok könyvvel ajándékozott meg bennünket, nagyon sok tanítása van, és a könyveit egyébként áthatja ez a vallási hit és szeretet, ami van, aki zavar, van, akinek meg tényleg szárnyakat ad és bizonyságot, vagy segítséget jelent. Hát egy csoda lélek. És hát ő az, aki ugye megalkotta ezt az úgynevezett szeretet nyelven című meghatározást. Azt mondja ő maga, tehát ezt ő nyilatkozta, hogy a szeretet nem olyan minden, de olyan légkört terem, amelyben megoldást kereshetünk a problémáinkra. Úgyhogy eszembe, hogy a házasság is volt neki nagyon jó könyvét. Ugye a házasság olyan... Házasság egy külön érzény, ami azért, ahogy bemutat olyan figyelmákat, amit nem is tennénk. Na szóval a meglévő, a magunk által teremtett problémákra ebben a szeretetteljes légkörrel könnyebben ráláthatunk és könnyebben tudunk megoldást találni, már ha hajlandóak vagyunk keresni. Van egy másik meghatározás a könyveiben, és ezt a meghatározást ettől a dr. Rose Campbell gyerekpszichiátertől vette át, akivel egyébként, mert ugye Gary Chapman házassági tanácsadóként lett ismert, és hát igazából felnőttekkel foglalkozott. És nagyon-nagyon sokat nyaggatták, ha úgy tetszik, hogy ezt, amit ő leírt az öt szeretett nyelvtanú könyvébe, ezt akkor most írja le a gyerekekkel kapcsolatban. És hát ő azt mondta, hogy azért ő nem annyira van otthon a gyerekek világában, ezért segítségül hívta ezt a pszichiátert lelkecskét, akinek az előadásán hallotta ezt a szeretett tank meghatározást, és hogy mivel, hogy ezt
ezt olyan nagyon fontosnak találta, ezért minden könyvben szerepel, és tulajdonképpen ehhez viszonyult. És amit itt ugye szándékosan tettem bele idézőjelben, ami a könyvéből van kivéve, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ez a tank, ez azért tartalmazzon üzemanyagot. És hát maga a szeretet az üzemanyag, és hát valljuk be, hogy azzal az autóval, amiben nincs üzemanyag, nem tudunk elindulni sehová. Tehát tolni lehet egy darabig, de tehát üzemanyag nélkül nem megy. És van fizikai szinten az autó, ami tökéletes példa erre, hogy tényleg úgy van. Mi van akkor, ha üres ez a tank? Tehát ha az autó példáját akarom hozni, akkor ugye nem, az Istennek nem tudunk bele elindulni. Ha a gyermekpszichológusokat, vagy a gyerekekkel kapcsolatos problémákat, mint minden pszichológus is nagyon sokat tanultunk erről, foglalkoztunk ezzel, előadások sokasságát hallgattuk ebben a témában. Ugye mindegyik azt mondja, hogy az egészséges gyermekfejlődéshez, vagy az egészséges lélekfejlődéshez mi is voltunk, mindannyian voltunk gyerekek. Tehát a saját fejlődésünkre is visszagondolhatunk, hogy milyen borzasztóan fontos volt, hogy egy biztos családi háttérben, tehát legyen mögöttünk a hátország. Hol van az a hátország, ahova vissza lehet vonulni, ami biztonságot ad, védelmet ad, ami, ahol béke van. Az én számomra még akkor is, ha lehet, hogy kint egy-két tányér elcsattan, de én a kis szobában vagy a kis ágyam sarkában biztonságban lehetek, és megérezhetem azt, amit sehol máshol. Ugye? Tehát, hogy az egészséges gyermeki életfejlődéshez, vagy az egészséges személyiség fejlődéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a gyereknek a szeretett tankját, tehát magyarul, hogy mindannyiunknak, mikor gyerekek voltunk, a szeretett tankját töltsék. És ha ez nem történt meg, és nem volt tele, vagy többször volt üresbe, mint valamennyi ebbe a tankba, akkor ezt a mai napig cipeljük. És éppen ezért borzasztóan nehéz az ő szeretett nyelvet felnőttként is működtetni, hiszen amikor gyerekkorban ott voltunk, és nem kaptuk meg a saját gyerekkori szeretett tankunkba az üzemanyagot, akkor ugye most felnőttként próbálnánk azt a hiányzó, mondjuk az érintésnek a tudását, de hát nincs meg, ezért meg kell tanulni, vagy nagyon nehézkes, vagy az ajándékozást nem ismerjük, mert nem kaptunk elég ajándékot, vagy nem tudták a szülők, vagy nem volt rá lehetőség, vagy egyetlen nem voltak rá nyitottak, ezért most nem tudunk ajándékozni. Miért nem tudunk? Mert akkor ezen a nyelven nem beszéltek velünk. Hogy annyira fantasztikus az a szeretett nyelvnek a tárgyalás, a nyelvjárásról tetszik, tehát azt a nyelvjárást nem ismertük meg. És mivel nem ismertük meg, most nem tudunk rajta beszélni, ha csak nem vagyunk hajlandóak tudatosan elkezdeni megtanulni azt a nyelvjárást szó szerint. Tehát azt a nyelvet, ugye nem tudok angolul, hát ha akarok azon a nyelven beszélni, akkor bizony meg kell tanulni. Tehát bele kell fekszölni az időt, az energiát. No, hát ebből a gyerekkönyvből, ebből a könyvből, ami az öt szeretett nyelv, közben puskázok, ebből felolvasok egy dolgot, hogy mi is a helyzet akkor, ha üres a tank. Azt mondja, hogy jól emlékszem Enre, aki 13 évesen nem jutott terjedő betegséggel kezelte. A szülei össze voltak törve. Haragudtak a kislányra, de az iskola szexuális felvilágosító programját is hibáztatták. Miért tette ezt? Folyamatosan ezt kérdezték. Elmondta, hogy 6 éves volt, mikor szülei elváltak. Idézett Entől. Azt gondoltam, hogy apám azért hagyott el minket, mert nem szeret engem. Amikor a mamám
10 éves koromban újra férhez ment, úgy éreztem, neki most már van valaki, aki szereti. De engem még mindig nem szeretett senki. Arra vártam, hogy engem is szeressenek. Az iskolában megismerkedtem egy pár évvel idősebb sráccal. Alig akartam elhinni, mikor azt mondta, hogy tettem neki. Nagyon kedves volt hozzám. Nem akartam lefeküdni vele, csak érezni akartam, hogy valaki szeret. Én szeretett anyja évek óta üresen állt. Anyja és nevelő apja gondoskodott ugyanról a fizikai szükségleteiből, de nem ismerték fel a lelkem mélyén húzó érzelemmel. Bizonyára szerették őt a maguk mondján, és azt hitték, a kislány is érzi ezt. Mire rádöbbentek, hogy nem beszélik gyerekük szeretett nyelvét, már majdnem túl késő. Hát elég kemény, valóság. Azt gondolom, hogy ebben a fél oldalban leírodott. Na, hát nézzük meg, hogy mi a helyzet. Hogyan lehet tölteni ezt a kampot? Ki töltheti, és főleg minden? Na, hát mit gondolunk, hogyan lehet tölteni? Szeretettel. Mivel? Csináljuk. Benzinkel. Mi a benzinkel? Öleléssel, így van. Érzéssel. Szívességekkel. Mondj egy szívességet. Valami. Igen. Mondjuk megmasszírozom a vállát. Nincs életelismerés. Igen, így van, mind. Kitől? Dicséret. Bárki. Így van. Bárki, aki az a valaki elfogad. Ugye bárki, mert lehet, hogy én egy tök idegen vagyok egy kisgyerek számára, és nem ismer, és én hiába akarnám felemelni, megölelni, szeretetni, nem biztos, hogy elfogadja. Ugye? Akit elfogad, vagy akitől elfogad. Na, hát nézzük egy. Évek óta készülünk egy olyan tudatra, amit szülőiskolájának szeretnénk nevezni, majd meglátjuk, hogy mikor születik meg, és mikor, és mi lesz belőle. De van nekem egy anyagom, amiben mindenképpen ide tettem ezt a diát, ahogy tetszik. Ugye, hogy a legtöbb szülő azt kérdezi magát, hogy mit tegyek, hogyha rossz a gyerek, mi nem jó, és mit csinálják, és hogyan büntessem, és hogyan fegyelmezzem. A helye, hogy azt kérdezni, hogy mire lenne szüksége a gyereknek. Mi a szükség? Nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos kérdés. Nem az a kérdés, ugye, hogy mivel büntessem, mivel tudja még jobban beszorítani, hanem mi az, amire annak a gyereknek szüksége? Vagy a párnak, vagy a kedvesemnek, vagy a testvéremnek, vagy a aki felé fordulok. Mire van szüksége? Mi az, amiből ő szükséglete szemben? Mi az? Mi a valódi szükséglete? Mi a valódi szeretetnyelve? Ugye? Hát, és ide tettem egy kicsit annyi idézetet, mert azt gondolom, hogy a jövő kulcsai ők. És addig nem szépen nyitva. Tehát, hogy ők az a szabad lelkű csodalény, a gyerekek, akik még nincsenek. Nincs belelve, akik feltétel nélkül tudnak szeretetet adni. És akár no, és hát van nekünk 5 szeretett nyelvünk, azt mondta Chapman. Az első szeretett nyelv, ez az elismerő, dicsérő, bátorító és szerint szavak. Hát azt mondja, hogy az a fontos, hogy minél egyszerűbb legyen,
minél célirányosabban tudjuk megfogalmazni. És azt is mondja egyébként, hogy azért fontos, hogy nem mindenért kell megdicsérni a gyereket. Jó, nyilván egy kisgyerek, amikor járni tanul, akkor ha a 28-tól elesik, akkor is azt mondjuk, hogy semmi baj, járják ki a gyerek, és úgy gyerünk, és milyen gyerek. Oké, de ha 12 éves, akkor a korának megfelelően kell ezt a dicséretet használni. Mert ha azt írja a könyvében, szó szerint azt írja, hogy bölcsen használ egy dicséretet, mert ha valakit nagyon dicsérnek bármiért, akkor később felnőtt korában, ha nem kapja meg ezt, akkor ő folyamatosan hiányban szenved. Tehát folyamatosan azt fogja érezni, hogy őt vagy nem szeretik, vagy nem elég jó, hiszen nem dicsérjek. Ugye kikerül az otthoni légkörből, ahol mindenért megdicsérjük, és utána meg hát ez hiányzik, ez a tanktöltés, ha úgy tetszik. A bátorításhoz pedig ugye nagyon fontos, hogy hát nézzük már meg, hogy mifelé bátorítjuk. Tehát mondjuk, ha valaki téviszonyos, akkor nem abba bátorítjuk, hogy most elmenjen és hogy mondják, egy bungee jumpingoljon. Tehát, hogy nem egy olyan irányba bátorítjuk a párunkat vagy a gyerekünket, ami homlok egyenes tőle távol áll, hanem olyan felé tereljük, amit megnézzük, hogy mi az, ami számára fontos. Tehát mondjuk egy sportoló gyerekünket, ugye elmondjuk a lelkesítést, amikor megy a meccsre. Aztán ide írtam ezt a felkeltélest, hogy javasolja Chapman a könyvben, hogy az egyszerű módszer, hogyha csinálunk egy listát, amit a másikban meg tudok dicsérni, amit értékelek benne, amiben ő jó. És akkor ebben a dologban tudom őt dicsérni. Tehát például az én kedvesem sokkal jobban ért a számítógépet. Másodott megérte, hogy ő ezt tudja, úgyhogy... Igen, ez egy dicséret, az így van. Na, még egy pillanatot vissza is megyek, mert hogy... Mert hogy én készültem itt egy kis dologban szintén. Azt mondja, hogy a szavaknak hatalma van, a gyengét dicsérő, bátorító és útmutatást adó szavak mind azt fejezik ki. Fontos vagy-e számodra? Olyanok, azt érezhet meg, mint a langyos tavaszi eső a gyermek lelkének, öntözik, biztonságérzetét és önértékelését táplálják. Nem nehéz kimondani őket, de hatásuk maradandó. Életre szóló előforrást jelentenek a gyerek számára. Ennek a fordítottja is igaz. A pillanati indulatokból fakadó bántó szavak alapjaival rendíthetik meg a gyermekünk önértékelését, és komoly kételyeket támasztanak benne képességeit illetően. A gyerekek ugyanis azt hiszik, hogy a felnőttek komolyan gondolják, amit kimondanak. Az ősi zsidó közmondás nem túl rossz, amikor azt állítja, élet és halál van a nyelv hatalmában. Igen, és még egy példát elmondanék erre a dicséretre. Megkereste Chapman doktort egy hölgy, és bement hozzá, és mondta, hogy hát segítsen neki, az a problémája, hogy a férje nem festi ki a hálószobát. És mondta neki a Chapman doktor, hogy jó, de hát én sem vagyok festő. Mondta a hölgy, hogy hát jó, de már egy éve kéri a férjétől, és a férje egyszerűen nem hajlandó erre. Beszélgettek, és megkérdezte tőle, Chapman, hogy jó, de mást nem csinálni. De mit csinál? Hát elmegy, befizet csekkeket, leírja a füvet, hát úgy csinál mindent. És akkor azt mondta Chapman doktor ennek a hölgynek, hogy soha többet ne említse a párjának a hálószoba festést, viszont minden olyan dologért, amit megcsinál, dicsérjen meg.
És hát a könyvben szépen nem annyira, hogy három hónapúval a hölgy megkereste ismét Chapman doktort, és megköszönte neki a jó tanácsot, bár először nem gondolta, hogy nem is értette, hogy most akkor mit mondok neki, úgy éreztem, mintha nem is kapott volna segítséget. De mégis megfogadta a tanácsot, és elkezdte működtetni a párja felé a dicsérő szavakat, ugye a dicséret szeretett nyelvét, és innentől nem is kellett mondani. A párja visszahozta és megtette, amit tulajdonképpen már egy évet élt tőle a felesége. No. Tehát a következő pedig a minőségi idő. A minőségi idő lényege az egy idő. Ezt úgy is fogalmaznám, hogy lehetünk együtt a gyerekünkkel úgy, hogy közben vasalunk, és a gyerek meg ott játszik. Gyere ide, ahol anya vasal, majd közben hát rálátok a gyerekre, ugye mondom én, ez megint az én szempontom, nem a gyereké. A gyerek oda jön, de megint csak egyedül játszik. Viszont ha ennek a gyereknek a minőségi idő a szeretett nyelve, akkor ez nem számít együtt. Ez olyan, mintha nem is csináltunk volna semmit. Ez nem lehet nyugodni, tehát ez nem működhethető. Ugye? Azt mondja, hogy egymásra irányított, osztatlan figyelem. A minőségi idő lehet közös cselekvés. Ketten, közösen. Ugye ide jöttem, hogy a fél televíziós sportközvetítést nézni, közben a feleségéhez beszél, az nem, és nem száll rá minőségi időt, mert a figyelme nem oda irányul, hanem a meccsre. Ugye? Azt is ide jöttem, hogy a meghitt beszélgetés nem azonos az első szeretet. Tehát amikor dicsérgetjük a másikat, vagy bátorítjuk, az egy egész más szeretet nyelv. A minőségi időben ott arról van szó, amit az én kedves kollégám tanított nekem, hogy abszolút a másikra figyelek. Tehát, hogy teljesen odafigyelek, és nem is szakítom meg ezt, hanem odaadom magam, vagy a figyelmem, vagy a lényemet ennek a kapcsolódásnak, és ez a minőségi idő. És hogy ez milyen jó dolog, ezt mindjárt is fogjuk próbálni. Tehát az osztatlan figyelem, amihez időt kell, hogy szálljunk, kell egy tér. Mindegy, hogy hol, ez lehet a Dunaparton, a lakásban, vagy bárhol, de kell valahol teret teremtenünk arra, hogy ebben a minőségi időben tudjunk létezni. A minőségi időhöz szemkontaktus kell, tehát akkor tudom, hogy ráfigyelek a másikra, ugye? Mikor a kisgyerek, biztos megnéztétek már ti is, hogy a kisgyerekük oda, és anya, és hogy fogja a másiknak az arcát, hogy csak ráfigyeljél, tehát egyszerűen nem is engedi, hogy máshová menjen a figyelm. Tehát annak a gyereknek tudni, hogy a minőségi időre van szüksége. Elmondják olyan szépen. Jó? Tehát szemkontaktus, megérezni a másik, mit érezhet, tehát amit figyelek a másikra, igyekszem az empatikus készségemet gyakorlom, és igyekszem átvenni, megfejteni, hogy ő most mit érez, hiszen amiről beszél, annak nyilván van egy érzelmi tartalma is, és erre nagyon fontos, hogy ráhangolódjak, hiszen akkor tudok ráfigyelni, akkor működik ez a minőségi idő. Ugye? És figyelek a testbeszédjére is, mert ha mondjuk így mesél valamit egy gyerek, akkor nyilván tele van hangulattal, félelemmel, meg hát nyilván van, amikor sír valaki és mesél valamit, vagy van, hogy hát ezzel az abszolút örömmel, amikor majd kicsaptam és akar valamit átadni, de arra is fontos, hogy odafigyeljünk, mert ő éppen a sikeréről akar mesélni, és akkor hát így nem lehet, hogy aha, tényleg, jó, hallom, ő meg, hát hozza a legnagyobb csodáját, amit megért aznak. Jó? Tehát minőségi idő. Ugye ide is írtam, hogy olyan családban, ahol ez nem működött, vagy nem szokás volt a gondolatok, vagy az érzelmek kifejezése, vagy egyáltalán beszélni arról, hogy mit érzek, akinek akkora szeretett napját ezzel nem töltötték meg, annak ezt a dolgot tanulnia kell, mert nem fogja tudni zsigerből működtetni, hiszen az a nyelvjárása az számára nem olyan is. Na,
mondja, hogy minőségi idő. Erre is van egy kis példám, és akkor utána csinálunk egy gyakorlatot. A minőségi időre, amit példát hoztam a könyvből, egy kisgyerek elkezdett iskolába járni, az első-második osztályban nagyon jó tanuló volt, nagyon jól működött minden, harmadikos lett, és egy csapásra azt érzékelte a tanítónak, hogy úgy csinál, mintha nem lehet tenni a feladatot. Amikor kihozta a feladatot, mindig tudom oda megy hozzá, hogy neki még egyszer magyaráz el a tanárnéni. Amikor itt vannak az udvaron, a tanárnéni kimegy az udvarra, akkor rohan oda, és hozzá akar közel kerülni, ha valami körjátékot játszanak, akkor ellöki a másikat, ő akarja megfogni a kezét, és nem értette a tanárnő, hogy mi van ezzel a kisgyerekkel, ebédőbe szinte elzavart mindenkit az asztaltól, hogy csak ő ebédelhessen a tanárnővel. A szülők elmentek egy ilyen Chapman szemináriumra, ami a házasság kapcsolatáról, a házasság kapcsolatról szól, és ugyanez az öt szeretet nyelv szerepel ott is, csak nyilván nem gyerekekre, hanem a felnőttekre szabva. És ebből az öt szeretet nyelvből rájöttek, hogy bizony-bizony, hát ezt a gyermek felé is kéne működtetni. És ott maradtak a szeminárium végén, és megbeszélték Chapmannel, hogy hát mi a helyzet, hogyan tudják a gyereket ebbe bevonni. Kaptak néhány jó tanácsot, de megkérdezte tőlük Chapman doktor, hogy hát és mégis mi történt, mi változott az életükbe, ami indokolhatja a gyereknek ezt a fajta viselkedését. És hát kiderült, hogy az anyuka addig fél részmunkaidővel dolgozott, és mindig ő ment a gyerekért az iskolába, és a délutánt azt ugye az iskola utáni délután együtt töltötték. Csavarodtak, fagyiztak, ide mentek, oda mentek, de együtt voltak, közösen tették ezt a dolgot. Anyuka teljes munkaidőben kezdett el dolgozni, apuka egy új munkahelyre került, és olyan sok munkára lett, hogy még a hétvégeken is nagyon gyakran dolgozott, amikor eddig a szombatok a közös meccsre járásról szóltak. Tehát a gyerek elég komoly vesztese lett ennek a dolognak, ugyan a nagymama ment érte, és a nagymama rendezte, de hát az nem ugyanaz az az együtt év. Úgyhogy ezen változtattak, és telt múlt az idő, és három hónap múlva a tanárnő behívatta a szülőket. Nagyon megijedtek, hogy hát mi lehet, miért kell bemenjük. Igazából azért hívatta őket, mert meg akarta tudni, hogy mit varázsoltak, amiért a gyereknél megreállt a rend, és már nem igényelte ezeket a külön nevezett minőségi, csak vele történő kapcsolódásokat. No, azt szeretném kérni, hogy mindenki keresne egy párt, jó? És azt fogjuk csinálni, hogy három percig az egyik valaki mesél, mondjuk az elmúlt két napban a legjobb vagy a legnehezebb dolgáról, és utána csere van. És az a kérdésem, hogy próbáljuk meg ezt a szemkontaktust, a másik érzelmeire való figyelést, és a testbeszédet is megfigyelni. Jó? Tehát próbáljuk meg ezt a minőségi időt egy kicsit. Ja. Na, tudom, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy olyan vannak egymás mellett, akik még sose találkozott, de azért nem. Yeah.
Minél személyesebb, minél névre szóló, akkor
ez annál nagyobb becsben lesz tartva. És ennek is van egy negatív formája a Chapman doktor szerint, és mégpedig azt mondja, hogy ha valakit nagyon-nagyon gyakran halmoznak el ajándékokkal, akkor mondjuk gyerekkorban ugye minden megkap, akkor egy idő után ez így átfordul és érdektelenné válik. Már nem ez fontos. Szinte egy megszokott dolog, hogy ja, hoztál valami kész. Azt írja, hogy helytelen és a hosszú távon egy komoly csapdát jelent. Ugye, mert aki mindent megkapott gyerekkorában, később akkor saját magának kell megteremtenie, és mondjuk nincs olyan anyagi bázisa lehetősége, akkor egy állandó hiányban lesz ezek miatt a dolgok miatt. Illetve még a pszichológiai tanítások is sokszor írnak arról, főleg ilyen elvációs témában, hogy a szülő a saját lelkiismeret furdalását igyekszik az ajándékokkal megváltani, és hát ugye ez sem a legjobb megoldás. Ha a gyereknek az ajándékozása szeretett nyelve, akkor lehet, hogy ez tölteni fogja a tankot, de ha nem, akkor viszont hiába, mert éppen azt a szeretett nyelvet nem beszéli a kedves szülő, amelyiken a gyermeke leginkább tudná ezt a tankot tölteni. Van itt egy másik felkiáltó jeles dolog, ugye, akinek nem volt lehetősége, vagy nem... Tehát egy olyan családi mintából, vagy egy olyan anyagi háttérből jött, ahol nem lehetett ajándékokra költeni, mert a megélhetésre kellett fordítani szinte minden anyagi jövedelmet. Az az ember biztos, hogy nehezen fog ajándékra költeni, mert nagyon-nagyon meg fogja gondolni, hogy kvázi haszontalan dolgokra költsönek. Mert hát az nem az életben maradáshoz a legfontosabb, mint a negyedik bögre. Tehát tudunk ilyen rendkívül haszontalan dolgokra költeni a nyolcadik váza meg az egyebek. Ugye? Tehát ezt is azt mondja Chapman, hogy bölcsen használjuk. Az ajándékozás szeretett nyelvében van még egy nagyon csoda mód ennek az ajándéknak, amikor önmagunk oda ajándékozását, vagy a saját jelenlétünket adjuk ajándékba. Én szoktam is mondani a családon belül, hogy a legértékesebb az együtt töltött idő. És most már, hogy felnőttek a gyermekeink, igyekszünk is ezt ajándékozni egymásnak, vagy egy cimházzal, vagy egy kirándulással, vagy akár csak egy sétával a Dunaparton, de együtt. Tehát az, amikor együtt mozdul a család, amikor együtt lehetünk, de hát ugyanez vonatkozik kettőnkre is. Én emlékszem arra, amikor az én kedvesem a maga gyári munkával kellett, én iskolába járt, meg konferenciára anyagot készített, meg nyelvvizsgára készült, meg egyebek, és hát mondjuk megkérdeztem, hogy én hol félek be a naptárban, mert bizony nekem is jelentett az ő személyes jelenléte, és külön ajándék volt az az idő, amit együtt tudtunk tölteni. Aki fontosnak érzi a társa fizikai jelenlétét, annak azt javaslom, hogy ezt szóban is fejezze ki. Nem bárja hagyjuk el, hogy a házastársunk olvasson a gondolatainkban. Ez többször elhangzik Chapman könyveiben. És ugye itt van a mondat, hogy hát fontos figyelni a másik kérésére, és amikor azt mondja, hogy nagyon szeretném, ha ekkor vagy akkor velem töltenél egy kis időt, vagy itthon lennél, vagy velem lennél, akkor ezt mindig komolyan venni. Élni a lehetőséggel. A negyedik szeretetnyelv ugye a szívességek a szolgálat. Hát van, aki ezen a nyelven ért a legjobban, van, akinek ez a dolog tölti a legjobban a szeretett tankját. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert
az elején elmondtam a dicséretnél a szobafestés témájában, ugye a férfi abban a pillanatban, hogy megkapta a dicséretet, és a tagja fele volt, szinte szolgálatként, egy ilyen szívességként megoldotta ezt a festési dolgot. Tehát ugye így működünk oda-vissza. És hát amikor meg bírálva, meg parancsolva mondta a feleségét, akkor ez minden volt, csak nem megfelelő kommunikáció. Ide is mondja a Chapman, hogy érdemes listát írni. Tehát nem követelni, hanem legfeljebb irányt mutatni. Szeretném, ha olyan jó lenne, úgy örülnék. Kényszerre nem megyünk semmire. És ez is egy gyönyörű mondat a könyvéből, hogy minden nap újra és újra el kell kötelezni magunkat a szeretetnek. Ugye hányszor van, hogy hát úgy egyre nem tudunk ebbe a fonába mindig kapaszkodni. Tehát utasítás helyett kérjük. Jó? És hát ugye, amit az előbb is mondta, hogy nem vagyunk gondolatolvasók, tehát akkor kérjünk pontosan. Beszélgettünk egyszer egy baráti társaságban, és a fiúk kibuktak, hogy hát persze, hát ők aztán pláne nem gondolatolvasók, hát még a lányok csak-csak meg beleéreznek, meg megéreznek dolgokat, de hát a fiúk nem, úgyhogy fogalmazzák pontosan. Úgy szeretném a segítenie. És? Na jó, de hát, és? Légy szíves, vidd le a szemetet. Azt szeretném kérni, hogy menj le a boltba. Hozd el, jó? Tehát segíteni. Ez a fiúknak nem kommunikáció. No. És hát hoztunk ide egy nagyon kedves filmet, ezt ajánlom figyelmetekre, ha jót akarnak valaki szórakozni. És ebből szeretnék itt bejátszani egy kis részt, ilyen megtalálom. Jó, tehát az a lényeg, hogy van egy férfi meg egy nő, imádják egymást, és van egy kutyájuk. És most már a kutya mellé jó lenne egy gyermek is. És ez hát így valahogy meg is beszélik. És itt a főnöke megdicséri ezt a jó embert, hogy milyen jó cikket írt, és közben megkérdezi, hogy jól hallottam? Azon a baba projekten dolgoznak, tényleg? És akkor a fiatal ember csak hímel hámol, és rákérdez az öreg, hát most csinálják a gyereket, vagy nem? És akkor mondja, hogy hát igen, na hát akkor dolgoznak, akkor előre, mondja az öreg, és és ott hagyja a fiatalembert, a következő képbe pedig látni, hogy a kollégájával, a barátjával mennek éppen a strandon, sétáltatja közben a kutyát, és beszélgetnek, és a barátja kérdezi tőle, hogy hát tényleg ez az elhatározás, ténylegesen gyereket szeretnétek? És hogy te miért akarsz gyereket? Tehát látszik, hogy ez a férfi egyáltalán nem tudja ezt a gyerek témát magáévá tenni, és nem is érti, hogy a barátjának miért fontos. És azt válaszolja rá a férj, ugye, hogy hát azért, mert szeretném a feleségemet boldoggá tenni. Tehát így elhangzik egy ilyen válasz, és akkor kérdezi tőle a barátja, hogy és az neked is jó? Jó. És hát utána ugye telik még az idő, és már kismama a felesége, és a főnök mondja, hogy hát majd eljön az az idő, amikor dagad a lába, és nagy lesz a hasa, és semmi nem lesz jó, és hiszt is lesz, és hogy ez egy elég nehéz időszak. De tudja, hogy legyen neki egy ajándékot, mondjuk egy nyakláncot. Itt a sarkon van egy ékszerét, hivatkozva rám ismernek. Srác megköszöni, elszalad, vesz egy nyakláncot, és hát haza is viszi, és onnan mutatják a képen, ahogy éppen ajándékot átad a párjának, és nagyon-nagyon boldog a felesége, és
leteszi az asztal sarkára a nyakláncot, és csókolóznak, igen, ám, de a kutya ellopja a nyakláncot. És hát nyúl utána, hogy akkor a nyakába teszi, és nincs a lánc, és hát nézik a kutyát, a kutyának kilóg a szájából a nyaklánc, és hát a következő képkockákban a lakást felborítják, mert gyergetőznek a kutyával, de mégis a kutya lenyeli a nyakláncot, úgyhogy a következő képkockákban látni, hogy a férfi a fűbe mosogatja a kutya maradványokat, hogy hát meg kell keresni a nyakláncot, mégiscsak, mert ez egy nagyon fontos ajándék. És hát, mert előkerül az ajándék, nyilván a film további részében a standard megvan, ugye, hogy a felesége, megszületik a baba, telik, múlik az idő, egy gyerek, két gyerek, három gyerek, és a kutyus öregszik. És hát a film utolsó részében elaltatják a kutyát, már nem tud szinte menni sem. Nagyon szép egyébként, ahogy ezt így, tehát ajánlom, aki még nem látta, tényleg érdemes megnézni. És hát az elaltatott kutyát ugye hazahozza a férfi, és a kertben a hatalmas nagy törfa alá megássa a sít, és belehelyezi a jószágot, és hát a gyerekekkel jön az anya, és mindenki hoz valami ajándékot a kutyának, és hát tudom, hogy édesem, hogy a legkisebb mondja, hogy rajzoltam neki belőtt, meg csontot, meg ezek itt a puszik, és hogy ezt hoztam neki, és akkor beteszi a sírba, és akkor mondja a másik gyerek, hogy és a takarója, hát avval van betakarva az ő takarójával. Akkor a másik is jó, és mond valamit, a harmadik gyerek is elbocsodik tőle, és hát a feleség pedig fogja a nyakláncot, és beleteszi a sírba. Úgyhogy, hát vannak fontos, nem kevésbé fontos a rendőrök. Hát szeretem majd ezt megmutatni, de hát végül is elmesélve sem volt olyan rossz, remélem. No, hát az ötödik szeretett nyelv pedig az érintés, maga a csoda, ugye? És hát a kicsi gyerekeknek az elsődleges szeretett nyelve, ugye itt nálunk az ötödik helyen szerepel, érdekes módon, de a kicsiknél, tehát a gyerekeknek szóló könyvben ez az elsődleges szeretett jel, hiszen abban a pici-pici tehetetlen korban egy is tudnak másképp létezni, és borzasztóan fontos az anya közelsége, vagy az apa közelsége, de az a lényeg, hogy milyen jó ölben, kalban, test melegben lenni, ugye ezt azért mindenki tapasztalta, hogy a kisgyerek van a közelben, az, hogy nagyon hamar azt mondja, hogy le lehet rontani. Szerintem nem lehet. Na, hát ez egy akármilyen fotó. Nagyon kedves. Néni emlékezik. Meglepődött az átlók. Nagyon meglepődött. De azért az ő is ott van ebben a meglepetésben. A fizikai érintés létrehozhat, vagy megszakíthat egy kapcsolatot. Ez a megszakított kapcsolódás, ez nagyon sok ilyen pszichológiai könyvben szerepel, illetve a Mary Dr. Bert Hellinger nevű terapeuta, aki családállításokkal foglalkozik, és külön fejezetet szánt a könyvében ennek a megszakított közeledésnek, tehát ugye amikor a gyerek menne, mert nagyon fontos a testi érintés, a közelség, és a szülő meg nem ér rá, vagy nem engedi, vagy nem akarja, vagy éppen most olyan állapotban van, hogy nem szeretné. Ez nagyon könnyen le lehet menni a gyerekeknél, amikor hazajön a szülő, vagy jön a nagymama, vagy nagypapa, és a kisgyerek szalad elé. És ugye fölveszik a gyereket, és hát már régen le szeretnénk tenni, de még mindig kapatok. Hát egyszerűen nem akar ebből az ölelésből kikerülni. Na, annak a kisgyereknek akkor abban az időszakban biztos, hogy ez a legfontosabb szeretetnél. Ugye míg a másik gyerek, aki odaszalad, hogy apa, gyere, akarok mutatni neked valamit. Én várj egy kicsit, légy szíves, hogy hazaérek, leülök, megiszom a kávémat, 5 perc.
menjen a szobába, gyerek elmegy a szobába, fogalma sincs mennyi az 5 perc, nyilván bemegy és már jön is vissza, és apa. És hát milyen a szülő, mivel nem érti ezt a nagyon fontos szeretetnyelvet, hogy értsd meg, hát tegnap este óta téged várlak, hogy megmutassam, hogy mit csináltam, és hogy csak rám figyeljél, és hát nem mindig értjük meg ezt a közelést, úgyhogy hát fontos erre oda figyelni. Na és hát ugye megszületik a valami, és az a jó abban a pillanatban, ugye bentől kikerül, de mégis abban a pillanatban visszakerül egy testi kontaktusba. Nagyon fontos. Közvetíten gyűlöletet és szeretetet is, sőt annak, akinek az elsődleges szeretet nyelve a testi érintés, sokkal kifejezőbb, mint maga a gyűlölet, a szeretet szó. Tehát annak lehet kiabálni, de ha közben öleljük, akkor majdnem mindegy, hogy mi az, ami verbálisan elhangzik. És hát ugye itt van ez a fizikai másfajta jellegű érintés, amikor egy pofon vagy egy komoly verés történik, ugye akkor azért az másról szól, és nem éppen közöki a hangot. No, és akkor elérkeztünk ennek a kis mini tanfolyamnak ahhoz a részéhez, amikor mindenki a saját szeretet nyelvét meg tudja nézni, hogy melyik is lesz az. Én ezt elindítom a szívesen. Ami marad, azt kérem vissza. A mai mini tanfolyam végére értünk, az a lényeg, hogy mindenki remélhetőleg megtalálja, hogy mi az, ami az ő szeretet tankját leginkább tölti, és hát ez a fontos, meg ez a cél, meg az a cél, hogy a közvetlen családunkban, baráti társaságunkban legalább értsük, hogy ki milyen nyelven beszél, és tudjuk vele ezzel a nyelven kommunikálni. És végezetül én szeretném... Tehát végezetül szeretném Csepán doktornak, nagyon sok könyve van, és szerencsére abban nagyon sokat el is fordított a magyarra, egy párat itt az asztalon is megtaláltok, és hát ez az úgynevezett 5 szeretetnyelv, az egymásra hangolva, ez volt az első könyve, aztán ugye ennek nyomán születtek már a különböző, hogy úgy mondjam, szakosodott könyvecskék, ami aztán a gyerekekre hangolva, vagy a kamaszokra hangolva, vagy a magamra hangolva, mert olyan is van. És hát én bemásoltam néhányat, amit én a legfontosabbaknak gondolok. És hát meg lehet őket vásárolni, mert ha valaki valami ilyen jellegű gondot lát a családban, akár vagy ő ilyen gondokkal tud, akkor érdemes egy-egy ilyen könyvbe belebújni, és egy kicsit, hogy úgy mondjam, a szeretet tudorává válni. Ugye itt például írja, hogy ezt tanulni kell, tehát hogy nem biztos, hogy mindenkinek zsidóval működik, és fel kell számolni az időt, míg ezt a nyelvet meghangolja valaki, és utána képes működtetni. És itt van a 2017-es év legnagyobb durranása, ami kimondottan a fiataloknak szól, tehát a kamaszoknak. Igen. Úgyhogy ezt is lehet akár a kamasz gyerekeknek ajándékozni, vagy egyáltalán felhívni a szülő figyelmét, hogy mit gondol, elolvasnál a gyermeke. Aztán már egy nagyon arányos, az a segítség szülőtet. Hát ilyen kis alap
alapműködési dolgokat mesél el, de nagyon-nagyon hasznos. És aztán végül ezt tettem ide, mert hogy hát én kineziológus voltam, és jönnek szülők, akik panaszkodnak, hogy nagyon sokat tud a gyerek a gép előtt. De hát nyilván akkor fogja okozni, hogyha valami olyan más dolgokat tudja felváltani, ami tölti az ő tankját. Tehát akkor fogok váltani. És hát köszönöm szépen a jelenlétet, az aktív jelenlétet, és köszönöm szépen a figyelmeteket, és hát kívánom, hogy várjuk a szeretett bajnokai várjuk.